Ezt jó megmondtad. A pop az ördög, de láttam, ahogy elpusztak. Elnézést, srácok, de olyan kajás vagyok, hogy itt fogok fogyasztani. Én addig átveszem a kezdeményezést. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem tömi a buksiát a BB. Sziasztok. Ez pedig itt a Fülelő. Na, átveszem a kezdeményezést, mert hogy ugye az van, hogy újabb 7 klipet hoztunk, ez is szerintem a legtöbb az ilyen tavaly évvégi marad, egy friss az van benne, az biztos, innen látom. Az a lényeg, hogy egy Felleng dallal fogunk kezdeni, aminek a Pop címet adták a srácok. Nagyon remélem, hogy nem egy Justin Timberlake cover. És el kell mondanunk, hogy mi is majdnem benne lettünk a klipbe. Erről most pont tudunk ilyen háttérinformációkat, csak végül nem, mert nem jutottunk ki ide, hogy fölvegyük, amit föl akartunk hozzávenni. Igen. Úgyhogy srácok, ne haragudjatok, nagyon aranyosak vagytok, hogy gondoltatok ránk, legközelebbre megpróbáljuk majd a kövire, hogy megoldjuk, hogy izé. Na, hallgassuk meg a dalt. Popot? A popot. Ja, amúgy igen. Na, kap visszatérő vendég. Főmixert és csávó. Igen. Ugye? Ismerős volt, ez meg Tatabányán nem. Tatán. Tatán volt? Aha. Majdnem. Akkor onnan volt ismerős a Tomi. Igen. Sok volt? Igen. Igen, szerintem. Ez biztos, hogy Tata? Igen. Azt mondtam, hogy fixem ott a turulmadárta alapzatát látom, csak ugye... Az is lehet, hogy ott is van. Csak ugye amellett nincs izé, nincs ilyen sétány, vagy már van. Nem tudom. Szerint legutóbb, mikor ott jártam, nem volt még ott ilyen sétány, ami eljött volna... Tatabánya, ez biztos. Megye. Megye. Zsákos. Így van. Á, srácok, én ezt tökre bírtam amúgy. Tehát maga a koncepció is kurva kedves, meg maga a dal is tök kedves. Tehát, hogy... Én bírom amúgy a Fellenget. Annyira napsütötte, gondtalan, színes, szagos, aranyos, kedves, nem tudom, egy csupa ilyen jelzőt lehet. És egyáltalán nem fellengzős. Jaj, de szép, jó van akkor. Igen. Úgyhogy pacsi srácok, imádtuk, szerettük. Király van. Opa, bocsánat. Jaj, igen, és még hoppá, valamire rácsúszta valami. Év végén még befutott egy Informer dal, mert hogy azt mondták a srácok az ezelőttinél, hogy idén már nem lesz semmi, aztán így borított. Ja, de bocs, mégis. Mégis van. Csak akkor már nem volt időnk meghallgatni, úgyhogy most itt vagyunk, és figyelj, harmadik dal óta várom a refrénemet. Melyiket? A jót. Az Informer, hanem? Igen, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy lesz-e. Ha nem, akkor viszont már elengedem, akkor elfogadom, hogy valószínűleg az egész lemez ilyen arcba mászós lesz. Az se baj, csak meglepő lenne azután, hogy az első milyen refrének voltak. Mindegy, nézzük. Nézzük meg! Mi ez? Torture. Torture. Á, nem, negyedszerre nem. Könnyen báli muzsika, az. Szalagadató táncok alá való. Nem. Visszautalnék az előző sasolóba. Jigoku, Wires, Informer, bulit szeretnék. Ugyan. Pedig azt hittem, hogy most már igen, de nem. Törődj vele. 3G-vel. Nem. Mondom, hát, ha csak nem hallom, de nem. Ez az. Kicsit ilyen mentőautós, ilyen Nino. Ó, Nino. Meg vagy már? Félig. Miért? Istenek, mit akarsz? Az. Csak nem akkora. De nem rossz egyébként. Ahhoz képest, hogy eddig nem volt. Jó, olyan vagy, mint a Fradi drukkerek. Miért nincs Fradi drukker, miért nincs magyar játékos a csapatban? Tárgyalunk Gruber Zsomborra. Mi a fasznak? Keci! Egy ilyen dalban ne várják Corey Taylor Beyond-ra. Persze, mert nem. Ki fog könyökölni, mint a bagett a Tesco szekorból, tudod? Jó, ez, jó, megadom. Ezzel nekem nem hiányzik semmi, adjuk meg a pontot. Megadom. Oké, megadom. Ne legyünk szőrös szívűek. Tényleg. Érzem, hogy temetbe, bazd meg, hullik rám a fő. Hogy egyszerre megálltok ki. Egyszerre mindenki. Megmerett. Ott lett vége. De ez, vágásnál ezzel sírni, hogy egyszerűen. Kimeredtünk, mint a háromnapos fagyott giliszta, bassz meg. Hát mert hogy jön-e még, vagy itt a vége? És itt a vége. Én is itt zártam volna le egyébként, ez tökéletes volt. Jó ez a dal. Na. Akkor... Megadtam neki a pontot. Mert szerintem adjuk. Tehát azok után, hogy eddig nem volt semmi, örüljünk, hogy van. Tehát, ja, hogy... igen. Mindig elmondom, hogy figyelni kell a refrének, fogós refrének fontosságára, igen. És nagyon örülök, hogy táptalajra hullik olykor. És az Orient Fall-nak is a visszatérő dala, ugye nekik is 10 éve volt lemez utoljára, meg utána egy EP volt pár évvel ezelőtt, és azóta ők csöndbe voltak, és most ez a visszatérő. Igen. El is küldték nekünk direkt a srácok, millió puszi érte. Köszönjük szépen, igen. Nagyon kíváncsi ők, mert ugye ők itthon azért így a prog death metal, core, nem tudom minek a mesdjén, ők ilyen eléggé úttörők, meg egyediek voltak mindig is. Uh-huh. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak. Aha. Az a cím, hagyjad, az a cím. Disassociate. Jó. Disassociate, vagy mi? Az. Disassociate. Sociate, inkább. Sociate. Jó, akkor az. Örülök, hogy ki tudtam silabizálni ezzel a betűtípussal. Nem tudom, mi ez az új trend, de... Igen. Már most a falnak mászok tőle. Na, menjünk! Benne egy ilyen, mikor kezdődik, most kezdődik, igen, érzés. Disassociate. Hogy szól ez is, bazd meg? Hát azt a kurva életben. Lóri bácsi! Ja. Kári nem volt benne tiszta. Igen. Hogy ebben sose volt? Nem nagyon. Aha. Jó. Nem tudok annyira jól amúgy, hogy ezt el tudtam volna olvasni, mert kimerevítem vágáskor. Ja igen, első mondatot el tudtam olvasni, odáig jutottam, hogy... Hogyha mi volt, hogyha széttéped önmagad, akkor jutsz el odáig, aki valóban vagy, vagy valami ilyesmi. Nem, ez valid. Na, szóval igen, tehát, hogy az a durva, hogy vannak ilyen tetszhalott zenekaraink így itthon, akik így 5 évente kibasznak egy ilyen dalt, meg játszanak 5-6-8 koncertet, azt megint eltűnnek, viszont az mindig esemény számba megy, amikor ők megjelennek bárhogy bármivel. És szerintem ez egy elég masszív ilyen helyzetjelentés a srácoktól, hogy hello, itt vagyunk még. Masszívnak masszív, de én kimondottan nem hajtottam messzire tőle az arcomat egyébként. 2024-ben már 3-ban már nem elég az szerintem, hogy ami mondjuk 2010 körül elég volt, hogy darálunk, meg sebesség van, meg üvöltünk mind az állat. Mm-hmm. Tehát itt már, én azért már szeretnék többet. Értelek. Hát mindjárt Phréniáéktól majd megkapod. Igen. De én azt mondom, hogy szerintem amit vállal amúgy az Orient Fall, annak 10 pontos. Tehát, hogy így nem lőttek mellé a srácok. Nem, jó, nem volt most se se elveszünk benne matekozás, nem volt benne se egy olyan dallam, amiben bele lehetett kapaszkodni. Ez a rugdossuk a földön lévő hullákat című status quo volt, hogy de még itt vagyunk. Ja, sose szerettem az Unearth-t egyébként. Tehát, hogy ott is ilyen hasonlóan, hasonlóan kevés dallam van már, mint énekileg. De az Unearth-ben legalább a gitárok azok viszik. Igen, igen. Ja. Itt is emlékszem korábbról valami hasonlóra, csak most az se volt. Tehát azért mondom, hogy az Unearth volt nekem, hogyha a metalcore dallamtalan ágát fogtam, kerestem, akkor mindig az Unearth neve ugrott be először, de ugye sose kerestem ezt az ágat, mindegy, engedjük el. Ja. Tehát, hogy azt se szerettem soha, és ez se került igazán közel hozzám. Masszívnak masszív volt, de... Ja, értelek amúgy. Nekem ennyi. Viszont, ezt várom. Viszont, Phrenia. Phréniával mindig úgy vagyunk, hogy mire megnézzünk egyet, addigra már küldik a következőt. És most se tudom, hogy ez melyik, amúgy viccen kívül mondom. Digital Cage. Azt tudom, biztos, csak hogy az igen, a címe. Igen, csak nem tudom, azóta van-e már frissebb? Mindegy, majd azt is megnézzük, ha van. Nem tudom. Igen. Hihi, nézzük meg. Mit csináltak? Jó játék. Minőség garantált. Ujjaj! Tudjuk, hogy van az a gyógyszer, amire lehet inni, meg amire kell. Ez zenébe is megvan. Ja. Jobb a hörgés belül. Igen, igen. Na! Vártam én is, hogy kiengedi. Igen. És ez egy szimplább refrénre lenne egyébként, de onnantól, hogy rányomja a megismétlő száredi más dallama, az működteti be. Szerintem. Igen. És ettől zseniális a Phrenia, hogy pofon egy egyszerű refrénből is tudnak zsenit csinálni. Jó. Nagyon megjöttünk. Tök jó, tök jó. Szokásos Phrenia, örülök látni, hogy az MK végre értelmesre is ad pénzt. Mi volt az előző dal? Phrenia dal. Mindegy, nem az a lényeg. Nagyon rég volt, nem tudom már. Itt kérek elnézést, hogy nem került föl az évvégi listákra. Tehát, hogy kurvára elfelejtettem, hogy volt olyan. De az a magyar nyelvű dal, nem tudom mi volt a címe, bazd meg, csak azt tudom, hogy imádtam, szerettem. Megmondjuk, nem megmondjuk tudom, mindjárt, megmondom mindjárt. Ne aggódgass, addig beszélj. De az a lényeg, hogy képzeljétek azt, hogy rajta van a listán, úgy a top 3 körül. Mert hogy az kurva jó volt az a dal, csak... A köd... Nem? És amúgy azt hiszem, hogy egyedül az volt, az igen. Az mocsok jó volt az a dal, úgyhogy gondoljátok hozzá a listánkhoz, szerintem bármelyikünkéhez. Én leszek Dr. Ashland és csatlakozom. Így van. Mert nálam is. Ja. Az a baj, hogy egészen kapkodós volt ez a év vége, év eleje, és így voltak dolgok, amik kimaradtak, például ez, szánjuk, bánjuk. Igen. Szánom, bánom, hülye a családom, ugye? Igen. Ahogy Imre Norbert szokta mondani. Pont itt van előttünk a dalszöveg, mert az egyik itt próbáló zenekar az majdnem meg ilyen hoztam irodalmi esre. Igen. Na és akkor most az aktualitás is megjön a műsorunkba. Igen. Ugyanis a legfrissebb plebs dal is landolt nálunk. Most talán már kim van a dal, úgyhogy most már nem premierezzük el tök véletlenül. Mire? Úgy írt rám a Székely mester, hogy kijött egy új dalunk. Tehát már... Akkor kijött. Valószínűleg már kijött, de mostantól, hogy ezt fölvesszük, amúgy is van még 2 hét, úgyhogy... Csak kihozzák addig. Ja. Ha meg nem, akkor meg majd sorrendet mahinálunk. De a lényeg az, hogy itt az ördög videóklipje, ugye tudjuk, hogy a plebsre a KMM Tehetségkutatón figyeltünk fel 22-ben. Igen. 2022-ban. Ahhoz képest hogy mondjam, dúsult a legénység. Ja, mert hogy... Létszáma, mert hogy bevettek egy bőgős embert. Igen. Úgyhogy... Kíváncsiak akkor, hogy fog működni a Patrik izé nélkül, basszus nélkül, meglátjuk. Igen. Na nézzük akkor az Ördög című dalt. 4:16. Lesz benne Vörös András? De 60 FPS van, az nem baj. Hú, de fiatal ő is. Hogy szeretnék én még fiatal lenni? Igen. Ez a zenekar, ahol most már csak a dalok... Igen? Ez a zenekar, ahol most már csak a tagok telepadni. Ja, igen. Most, hogy igen lettek. Dávid. Mi? Dávid. Nem Patrik, Dávid. Ja, tényleg, igen. Tényleg. Tudtam, hogy az egyikből 2 van, és nem tudtam melyikből. Patrikból vagy Dávidból. Lelkedet kényszerítem, suttogok a füledbe. A gonosz parancsol ma rád, ne hallgass az eszedre. Én játszok a húrokon, az életed engedem. Vigyázz, ha velem baktálsz, te leszel a szégyenem. Nagyon sokszor meghallgattátok a Basz meg Szása a jó kurva anyádat. Sajátod volna. Én az impérium meg csak nekem tűnik nagyon fel. Ja, van hasonlóság, persze. Ez most jobb, akkor így nekünk a debütlen ezen. Ja. Még nem tudom. Ne ez a ratatázás legyen az utolsó, ami bennem marad ebből a dalból, könyörgöm! És de! És az! Jaj, jaj. Mert elférnek az olyan dolgok, amikor olyan diszkréten vannak csinálva, mint a Hit Me Very Tram-pam-pam-pam, amikor fél évvel a kibeszélő után szóltál rám, hogy hallod, mit énekel ott a Zsuzsi. Igen. Ez ilyenek úgy működnek, de amikor egy arcba tolod a... Főleg erre a... nem tudom... bazári bucsus... A fasz volt ez az effekt, ami... Nem tudom. Mondjál ezt... már valamit, ami kiröhögöm magam. Én ezt az utolsó fél percet, vagy 45 másodpercet nem igazán tudom hova tenni. Srácok, még nincs készelem, ez ugye még le lehet szedni ezt a fél percet a végére. Nem. Júj! Júj! Srácok, júj! Ez nagyon... Több komolysága. Egyébként a régi és az új világ összeolvadásának vagytok szem és fültanúi, amikor egy boomer cringe-el. Tehát, hogy ilyet se látunk gyakran. De amúgy nem láttam most a funkciót ennek az utolsó fél percnek. Nem éreztem azt, hogy szervesen a dal része lett. Mindjárt meghal emberünk, konkrétan fuldoklik. Na, srácok, tényleg imádlak benneteket, nagyon szeretlek, csak ez mi a fasz volt ez a fél perc? Kurvára imádom. Mind a hármótokat, a bőgős srácot meg még nem ismerem, de basz meg mi volt ez? Mondjátok, hogy ő is Dávid. Pedig amúgy szerintem egy egész jó dal volt. Ahogy a kolléga is elmondta, hogy így a rímek is így csokorba lettek végre szedve, jó, ráncba is lettek szedve, meg a dallamok is rendbe voltak, meg a riff is, bazd meg, Szása, a jó kurva anyádat, de attól még király. Csak ez a vége, ez... Milyen mondok valami jó hasonlatot, ez olyan, mint mikor a Skoda 120-asra raksz egy spoilert hátra. Hogy így annyira kikönyököl, hogy így nem érted, hogy mi a faszom volt az alkotónak az alapgondolata. Hogy így hogy így a húslevesbe nem raksz kókuszreszeléket, mert minek? Baszd hogy meg! Így... Nem tudom, ez nagyon kikönyökölt ez a vége. Nekem. Nem volt fölvezetve, nem volt megágyazva neki, hogy most jön egy ilyen izé. Talán ez a legjobb, hogy nem szervesen a dal része. Talán. És lehet, hogy másodszorra, harmadszorra már számít rá az ember, akkor jó lesz ez, de mint a Sevenfold lemeznél, hogy így dobáljunk részeket egymás után, azt majd jó lesz. Nem lesz jó. A dal többi része, tehát a dalnak az első része, még az ezelőtti része, az még a debütről se lógott volna ki lefelé, sőt, az erősebbek közé tartozott volna. Nem egy köztudat, de azért az erősebbek közé tartozott volna. Menjünk tovább, mert van még kettő, egész pontosan, túl darab dalunk, az egyik az a The Curious Kind-nak a barna génje, ami hát ugye a listába is helyet kapott, illetve a listára nem került föl, de megemlítettük, a magyar dalos videóban említettem meg, hogy a Greg Széplassan a legjobb új generációs metal énekesek közé emelkedik itthon nálam, bár szerintem a nálam jelzőt azt lehúzhatjuk a végéről, meg úgy unblock. Igen. Remélhetőleg ennek újabb tanújelét fogja adni. Nézzük meg. Meg hát ugye remélhetőleg az egész zenekar folytatja azt a míves muzsikálást. Én az a kíváncsi típus vagyok. Bocs, gyerekek. Na, nyomjuk. Jaj. Nikt for them kind. Ja. Egyeseknek 3, de én 8-at beszámolok. Igen. Hallgasson már titeket annyi ember, mint a leproszt, bazd meg. Igen. Annyira megérdemelnétek. Szép a vizuális. Igen. Gondoltad volna, hogy kijött a tiszta szikli, hogy ennyi van ebben a srácban? Én sem. Minden egyes kiadott dallal így dönti le a korlátokat, amiket azt hittem, hogy nem, de mégis. A bilong meg a bílong. De szép. Volt benne valahol Belong is korábban, nem? Lehet. Nem, I don't belong, vagy it won't belong. Igen, de most meg Belong volt. Lehet. Azt még hozzátenném, hogy köszönjük szépen a meghívást a koncertre, csak az még annyira évelejen volt, hogy még sehol nem voltunk, úgyhogy a következőre valamikor elmegyünk mindenképpen. Erre mindenképpen. Ezt látni szeretném. Igen, itt Belong van, utána meg Belong van. Igen. Apró finomság. Gyönyörű! Csongor Bálinti magassága. Remek. Egyszerűen remény. Szerintem. Fúj, de most sok jó az a zenekar, bazd meg. Az. Kurva jó srácok, tényleg. Igen. Annyira minőség, hogy az valami szenzációs. Igen, igen. Azért mondom, egy leprasztítő sikert azért nagyon szeretnék. Neki. Igen. Na és akkor most megyünk a mai utolsó. A Last az a... Az a magyar Mudfield, így van. Csak most ugye van benne egy Volner Márka Love Crossból. Egy környék, talán egy város is, nem? Szerintem a Your Last Steps az nem. Nem Zalaegerszegi? Szerintem nem. De a környék, azt hiszem. Nem tudom. Őszintén nem tudom. Ne haragudj, de majd a kierontól meg kell kérdezni. Na, nézzük, mert a Márk már küldte, hogy ez megvolt-e. Mondtam, hogy megvan már nagyon régóta, csak kurvára nem jutottunk el idáig. Most eljutunk. Most végre, eljutunk idáig, igen. Nézzük. Nézzük. Láttam, ahogy elpusztul. Mi? Az a neve. Ja, jó. Mert láttam, ahogy elpusztul, majd cserben agy az idő. És én ott álltam a közepén, még ott álkodom a szem. Na, de így, akkor ne legyen rím. Igen. Ez így jó volt, mert közel volt ahhoz, hogy rím legyen. Kiürült az óceán dolog nagyon becsipődött. Hát most a közepén szél. Szeretném hinni, hogy nem volt ilyen szándék, hogy ezt rímbe formáljuk. Mert ha volt, akkor az baj. Kétségeim vannak, így másodjára, de... Igen? Igen. De akkor az első kettőnek mi nincs közel egymáshoz? Nem tudom. Nem tudom, szerintem ott nincs, szerintem a referénben nincs így. Szép. Például is engem. Úgy látszik, az a lánc, ez csak egy ilyen... Véletlen. Véletlen Mudfield valami volt, hogy Mudfield vibe-ot elkaptak a srácok, mert ez már annyira nem Mudfield. Nem, hát a lemezen több olyan volt, ami nagyon Mudfield. Igen, tudom, azért nem véletlen mondtuk kibeszélőben. Igen. Is. A sasuló mellett. De most ezeket már megint nem érzem. Igen. Lerázták a Mudfield láncokat. De ez korrekt ez a dal. Igen. Meg most még úgy énekel az énekes is, más. Hogy már, igen, tehát hogy... Ja. És hát Márk meg hozzárakja a márkságot. Igen, 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 igen. Igen, de egyébként a láncba is ugye a... Borostyán, így van, Bótyik Borostyán, ugye nagyon sokat hozzáadott, meg itt is hozzáad a Márk, úgyhogy igen. Lehet, hogy ezekbe a izékbe, fitekbe kell keresni a megoldásokat, de ettől függetlenül egyébként most tényleg nem érződik wannabe-nek a dolog, és bassz rendesen, faszán van elénekelve, faszán van elzenélt, ez jó, ez jó ez a dal, ez most korrekt volt, igen. Ez igen. Igen. Ez fasza volt úgy, ahogy van. És szép volt nagyon a kép is. Mármint kép, hát ugye ott villogott meg mindent, akkor a vizuál mondjuk az, de ez össze van rakva. Ez igen. Igen, igen. Ebből egy 5-5-6-ot még, és akkor jöhet egy lemez. Ja. Na. Vagy 7-5-8-at, és akkor még jobb. De az se baj, hogyha igen. De tudjuk, hogy a rövid lemezek idejét éljük, nem kell túl bonyolítani. Még 6-8, vagy legyen még egy 7 ilyen dal, az már 8, és akkor egy intro, outro, meg vagyunk kész. Ja. Meg még egy átkötő 5. tracknek, vagy 6-nek. Okay. Na, srácok, ennyik voltunk mára, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez egy egészen tartalmas adásra sikeredett. Igen, megint. Igen. Erős az év eleje. Robolgunk tovább. Rendületlenül, de addig is írjátok meg, hogy ti mit gondoltok ezekről a dalokról, klipekről, zenekarokról, nem tudom, mindenről is. Igen. Na, mondjál valamit. A pop az ördög, de láttam, ahogy elpusztul. Aztán újjászületik egy digitális ketrecben, ahol a tortúra diszasszociál. Sziasztok! Ciao.